Már madártávlatból is látszik, milyen nagy sürgős forgás van a Bonyhádi sportpályán. A kivitelezők mindent megtesznek annak érdekében, hogy néhány héten belül megteljen élettel a pálya. A beruházás remekül áll, a kivitelező 90%-os készültséget fog jelenteni a jövő héten. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a rekordtán futópálya az teljesen kész van. Apróbb simítások vannak még a sporttechnológia részében, de nagyjából készre jelentette az alvállalkozó. Szintén körbenézünk, akkor korlátot látunk, kerítést látunk már, térkőburkolatok még nincs teljesen kész, hiszen az majd vannak olyan részek, amik a végső stádiumban fognak elkészülni, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a 90%-os készültség az megállja a helyét, szervizépület kész van, a kivitelező jelenleg belső munkálatokat folytat még a régi, illetve az új öltözőépületben. Aki járt labdarúgó öltözőben, tudja, milyen különleges hangulata van, mely ha elfogja az embert, örökre magával ragadja. Külő Roland ebben az öltözőben szocializálódott a labdarúgás légköréhez. Kisgyerekkorom óta ide jártam, és mindig az a lepukkant, ósdi, dobos szag volt itt bent. Hát örülök neki, hogy ez most megváltozik. A régi öltöző a gyerekek birodalma lesz, az új komplexum pedig a nagy csapaté, akinek sokat kell még várni, míg az új füves pályán játszhatnak. Az nem azt jelenti, hogy novemberben focizunk a pályán, hiszen ugye most vetik az élő füvet, illetve ott is a végső felületkezeléseket csinálják. Ez azt jelenti, hogy erre a pályára, az élő fűre gyakorlatilag jövő májusban lehet majd rámenni. Örömhír, hogy ezzel párhuzamosan az MLS pályaépítési programján keresztül az önkormányzat TAO támogatással egy 100x64 méteres műfüves pályát is épít a régi edzőpályánk helyén. Múlt héten kapott a kivitelező ott is munkaterületet, gyakorlatilag annak 60 nap a kivitelezési ideje. Gyakorlatilag, hogyha lejövünk ide, akkor napról napra látunk valami újat. Tehát minden nap készítünk felvételeket a pályáról, hogy később megörökíthessük, illetve hogy az utókornak megmaradjon. Naponta, nem azt mondom, hogy óráról órára, de naponta lehet új dolgokat látni. Folyamatosan haladunk, gyönyörű lesz. A közel 1,1 milliárd forintos beruházás nem csak a labdarúgók, hanem az atléták és a tömegsport igényeit is messze menően kiszolgálja majd, az eddigiekhez mérten lényegesen magasabb komfortfokozatban. Ki tudja, hogy milyen volt a régi, vagy volt már itt, és eljön ide, az gyakorlatilag Makó Jeruzsálem, hogyha ezt lehet mondani, mindenben más lesz. Tehát más lesz a beléptetés, a szurkolók nem jöhetnek be bizonyos szektorokba, le lesznek választva azok kerítéselemekkel, mindenkinek meg lesz a helye, mindenki tudni fogja, hogy hova kell menjen. Hogyha valaki csak hobbi futóként le akar jönni, esténként futni egyet, annak lesz beléptetési rendszer, és be fog tudni jönni. Úgyhogy alig várom, hogy átadják. Attól, mert ilyen komplexumunk van, még nem lesz NB-s csapatunk, mondja Külő Roland, aki a helyi labdarúgó együttes edzője is. Persze nem adjuk fel a lehetőségét, hogy túllépjük a megyebajnokságot, de csak azért, mert ilyen infrastruktúránk van, nem megyünk bele a csapdákba. Ha jobbak leszünk a játéktéren, és arra is lesz pénzünk, hogy NB3-asok legyünk, megtesszük. De addig inkább legyen egy ilyen pályánk, és élvezzük.